csak egy azon illegális szeméthalmokból, ami Bátaszékbel és külterületein megtalálhatók. A TOP plusz keretein belül az ilyen helyek felszámolására is írtak ki pályázatot, a városvezetés pedig úgy döntött, támogatást kér, hogy tovább folytathassa az illegális szemétlerakók eltávolítását. Városunknak volt egy régi hulladéklerakója, ami egy korábbi pályázat keretében már részben rekultiválásra került, viszont az utolsó takaró rétegek felvitelére már abban a pályázatban nem volt lehetőség, ezért úgy döntött a városvezetése, hogy véglegesen meg tudjuk szüntetni ezt a környezetvédelmi legterhelő pontot, ezért szeretnénk erre pályázatot benyújtani. És hát az évek alatt kialakult egy újabb ilyen hulladék lerakó pont, itt Bátaszék határában. Ennek a felszámolását már önerőből megkezdtük, hiszen az elmúlt esztendőben a város 2 millió forintot elküntett a hulladéklerakónak a felszámolására, mivel olyan mértékű és mennyiségű hulladék halmozódott itt föl, hogy a költségvetés forrásainak igénybevételével hát ez nagyjából egy 20 éves folyamat lenne, hogy ezt meg tudjuk szüntetni. Ezért döntöttünk úgy, hogy ezt az illegális hulladéklerakó felszámolását is pályázati forrásból szeretnénk megtenni. Ez a hulladéklerakó, amit mögöttünk áll, ez 20 ezer köbméternyi ide halmozott hulladék tartalmazhat, ami zömében építési törmelék lehet, illetve azt gondoljuk, hogy még növényi hulladék, ami hála jó Istennek azért lebomlik és nem annyira veszélyes a környezetre. Vannak még tudomásunk külterületi helyeken hulladéklerakókról, amelyek már talán nincsenek olyan értelemben forgalomban, tehát nem hordanak már oda az emberek hulladékot, de azoknak a felszámolása az érdetlen összeget jelentene. Pedig ez a következő lépés, ezért is reméli a városvezetés, hogy a beadott pályázat idén sikeres elbírálásban részesül, és ezzel szebbé és tisztábbá tehetik a település környezetét. Reméljük, hogy így egy kicsit ezen a területen is előre tudunk majd lépni, és hát reméljük, hogy szemléletformáló is lesz a városnak ez az elképzelése és ennek a pályázatnak a megvalósítása. Bízom benne, hogyha bátaszéki polgárok is tapasztalják majd, hogy milyen irdatlan összegeket fordítunk majd ezeknek a felszámolására, amelyet jó esetben városszépítési vagy jóléti feladatokra is lehetne fordítani, akkor meggondolják, hogy hogyan helyezik el a hulladékot, akkor, amikor hulladékudvarral rendelkezünk, akkor, amikor heti hulladékszállítás van, amikor időszakonként zöld hulladék elszállítására is szinte térítésmentesen, illetve abban a díjban, amit fizetnünk kell, megvan a lehetőség. Át kéne gondolni, mert irdatlan mennyiségű pénzt költünk felesleges feladatokra. Minden olyan lehetőséget megragadtunk az elmúlt időszakban, ami már ezen a területen megjelent. Már részt vettünk 2 évvel ezelőtt egy illegális hulladéklerakó felszámolásában. Ettől a helyszíntől mintegy 1,5 kilométerre ott is közel 600 köbméternyi hulladékot távolítottunk el pályázati forrásból. Tavaly is pályáztunk többek között ennek az illegális hulladéklerakónak a felszámolására, nem nyertünk rá forrást, tehát mindig figyeljük azokat a lehetőségeket, hogy hol tudunk erre pénzt szerezni. Reméljük, hogy a TOP plusz forráson belül meg lesznek a fedezetek, hogy ezeket a hulladéklerakókat megszüntessük és eltakarítsuk. Tavaly január óta az illegális szemétlerakásért akár börtönbüntetést is kaphatnak az elkövetők.